A Magyar Jégkorong Szövetség Kabala figurájának nevét skandálták a szabolcsi solymok fiatal jégkorongozói és azok a gyermekek, akik érdeklődnek a sportág iránt. A cél a Gyere hokizni című rendezvény sorozattal éppen az, hogy minél több diákot vonzanak be a jégkorong világába. Csúszka mellett korábbi két válogatott jégkorongozó, Gottliebet Zóra és Orbán Attila érkezett a városi jégpályára azért, hogy népszerűsítse a sportágat. A Szabolcsi Jégsport Egyesület megalakulása óta jegesportokkal foglalkozik, kiemelten jégkoronggal, és a Magyar Jégkorong Szövetséggel nagyon jó együttműködés alakult ki. Minden évben a Gyere hokizni elnevezésű rócsót megszervezik, nagyon nagy szeretettel fogadjuk és várjuk őket, ugyanis ez az alkalomnak az a célja, hogy az országosan is egyre népszerűbb jégkorong sportot itt a helyiek körében, a nyíregyháziak körében és a környékbeli lakosoknál egyre inkább elfogadtatásra kerüljön és népszerűsítse. A játékosként az FTC-nél és a Brit Giafordnál is megforduló korábbi női válogatott Gottliebet Zóra gyermekkorában a jégpályák különleges hangulata miatt választotta a jégkorongot. Én nagyon imádom a jégkorongot, az az adrenalin, ami végigmegy bennem, amikor szurkolnak a szülők, nézők, esetleg barátok, ez nagyon jó. Orbán Attila háromszoros magyar bajnoknak és egyszeres magyar kupa győztesnek mondhatja magát. Visszavonulása után sem szakadt el a jégkorongtól, utánpótlás edzőként adja át a sportágban szerzett tapasztalatait. Ilyen állapotban is égen vagyok, gyerekeket adottok több formában is. Igaz, hogy inkább most már a palánk túloldalán követem a mérkőzéseket, de amiben tudok segítek, és igyekszem átadni mindazt, amit az edélyekben tanultam. A Szabolcsi Jégsport Egyesület csapatai számára október végén kezdődtek meg a bajnokságok. 2018 óta áll rendelkezésre a városi jégpálya. Ettől az időszaktól kezdve tudunk novembertől márciusig folyamatosan edzéseket tartani. Annyi hátrányba vagyunk a környékbeli csapatokhoz képest, hogy mi tavaszi és őszi szezonban utazni kényszerülünk, amennyiben jeges edzést szeretnénk tartani. Ettől függetlenül U8-as és U14-es korosztályban rendszeresen tudjuk versenyeztetni a gyerekeket, és kevesebb jég van a lábukban, de ettől függetlenül nagyon szép eredményeket érnek már el a szezon kezdetén is. A városi jégpálya pedig nem csak a versenysportolók számára van nyitva, bár ennek a komplexumnak a rezsiköltségei is megemelkedtek. Az biztos, hogy az év végéig a hét minden napján van lehetőség közönség korcsolyára.